Városunkban 15. alkalommal rendezték meg a Belicei Gyula Nemzetközi Hegedű és Kamarazenei Versenyt. A komáromi meghívást összesen 37 hazai és magyarországi zeneművészeti iskola fogadta el. A versenynek összesen több mint 270 részvevője volt, versenyzők, tanárok és megfigyelők. Na tomto mieste by som sa chcel poďakovať vedeniu základnej umeleckej školy. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a helyi művészeti alapiskola vezetőségének és különösen az igazgatónak, Barkóczi Alexandernek, aki az oklevelek nyomtatásával megmentette a helyzetet. Köszönöm Takács Csabának, aki a műszaki dolgokban segített nekünk, és természetesen köszönöm Eva Gyurcsovának is, aki 15 éve a verseny szürke eminenciása. Köszönet illeti továbbá minden kollégámat, akik segítettek a szervezésben. Személyes köszönet illeti orvosomat, Lucie Kochanovát, mert neki köszönhetően még mindig itt vagyok, bár másfél év múlva kerek jubileumot is ünnepelhetek. A kamarazenei versenyzők három kategóriában versenyeztek. Összesen 32 kamara együttes indult különböző összeállításokban. Počas pandémie porota pomohla hodnotiť iba. A világjárvány idején a zsűri csak a felvételeket értékelhette. Most, miután a helyzet enyhült, sok versenyzőnk jelentkezett. A legészakibbak Zsolnáról, a legkeletibbek Nagykaposról, a legdéliebbek pedig Szegedről érkeztek. Minden kategóriában nagy volt a verseny a zenészek között. Laureátom sa stalo kvarteto. A győztes a Szegedi Zeneművészeti Szakgimnázium kvartettje lett, akik Gustav Mahler, Ámol zongora négyesét adták elő. A szólóhegedű versenyre 53 zenész jelentkezett, köztük a konzervatóriumok növendékei. A versenygyőztese a 14 éves Marcel Antoni Alman lett, aki a Gyetvai Művészeti Alapiskola növendéke, tanára pedig Roman Berki. Laureátom a celkovým víťazom. A verseny összesített győztese a 16 éves Nagy Csilla Róza lett, a Szegedi Zeneművészeti Szakgimnáziumból. Ő a zsűri külön díját is megkapta, a Hubai Jenő magyar hegedű virtuóz által komponált hullámzó Balaton interpretációjáért. Dve poroty, ktoré hodnotili výkony súťažiacich, skonštatovali, že tento... A versenyzők teljesítményét értékelő két zsűri megállapította, hogy az idei verseny sokkal magasabb színvonalú volt, mint a korábbi években. A jövő hivatásos művészeinek felkészítése jó úton halad.